Sziasztok, ez itt ismét. Köszönöm. Szóval ez itt ismét a Genesis Alpha van. Fogjuk lejtettem egy ilyen zöld trutyimutyi alient, amely a felhozott ládákból elkezdett tenyészni, és így egyszer csak kinőtte magát és megtámadott. Viszont én begyűjtöttem, mert építettem egy ilyen kis alien containment, hát kis valami zárkát nekik, ahol lehet őket kutatni. Na nézzük, hogy néz ki ez. Mit tudok vele kezdeni? Research. Zork, az a nem vagy Zork. Tudom kutatni, meg megsemmisíteni. Itt mutatja, hogy mennyi a kondíciója. Másik három cella az... Ez a Radiation Blue, ez egy viszonylag ritka anyag. Hogyha ezt felhozom a fedélzetre, akkor eléggé tenyésznek ezek az idegenek. Viszont kell ez a kutatáshoz is, ez valami idegen jellegű anyag, hát akkor kutassuk. Megkutatlak. Kicsit megbögdöslek, kicsit megsokkollak. Lehet, hogy most pötyögnem kell. Lehet, hogy valakit lehozok, mert most van egy kis üres járat. Egy bolygót farmolok jelenleg, ahol ezek a dögök jönnek. Kikutattam. Mi az a trutymó ott mellette? Belpon Simple X-ray Caster 2. Oké, és ha ezt most kikutattam, akkor mi van? Ez mit csinál? Most nem ment végig a csík. Ja, hogy megy le ott folyamatosan. Hát a kamerán keresztül mutatta csak. Hát jó, feltakarítást ezt meghagyom a klónoknak. Egyelőre egy ilyen kis alien kikutattam akkor. Na nézzük, ezen a bolygón mennyi minden van még. Két iron, négy szulfur, azért még visszamegyek, az egy körből szerintem megvan. Most hányan vagyunk? Négy tag. Plusz én. Vagy három tag plusz én? Három. Ja, négyen megyünk. Vagy öten? Álljátok már meg. Ja, öten megyünk összesen. Mivel most nincs traktorbímezhető, felvonó, nyalábozható cucc így a környéken, ami még nincs kifosztva, ezért áttettem mindenkit a hangárba, aki szabad volt. Még egy emberem dolgozik itt a refinerybe, de most ez is bevégezte a dolgát. Hogy állok? Bio alapanyaggal. Klónozás szempontjából. Mantiszt. Ennek kell valami... Valami külön növény majd, ami ad neki atmoszférát. Emberemhez nincs elég oxigén már. Kéne ilyen páfrányt ültetnem még, de nincs több. Ebből csináltam egyet. És elmileg ebből még tudok is. Még mindig. Ez az emberke, ez elvileg egy kicsit jobb rezisztenccel rendelkezik, és alacsonyabb intelligenciával. Ez azt jelenti, hogy szerintem legalábbis nagyobb eséllyel válik be egy bevetés során. Nehezebben hagyja ott a fogát talán. Jó, téged hogy hívnak? Zodax. Na ezt a bácsit hozzárendeljük a hangárhoz, és valakit ott felszabadítok. Na nézzük, Zodax, gyere ide a hangárba, please. Zodax.
paradox. Jön a hangárba, több helyét nincs, úgyhogy valakit innen kidobok. Már csak Morelli a szintén alien. Jó. Morelli és Zodox, elvileg mind a kettő alien. Hát így a sisakban pont nem látom. És nekem erről egy listám valahol. Hogy mi a crew van. Ja, itt írja. Morelli, Kraul, Zodax, Kraul. Jó, mind a kettő itt van. Oké, akkor van Krét. Kraul rabszolgám, aki itt dolgozik majd nekem. Megnézem, tudok-e még csinálni turetet, hogy legyen még készleten a szekrénybe. Aztán lemegyek még egy körre arra a bázis, akkor mondani bolygóra. Raycaster. Lézerpisztoly. Hát mondjuk azt kiveszem, és akkor Raycastert hozzáadom. Access granted. És akkor lecserélem ezt. Ezzel lövöldöznek a zöld alienkék. Ja. Akkor szerintem ezt az rifle-t ezt kiveszem, mert amúgy sem tudom használni, nem tudok hozzá muníciót csinálni. Azt kipróbálom, opa, azt irányba megyek. Kipróbálom, mit tud ez. Éles bevetésen. Viszem a Kraul rabszolgáimat is. Megyek velük én is, mert a végén még ott hagyják a fogukat. Go. Turretet nem csináltam, na mindegy, egy van nálam. Meg itt van ez a új tudsz. Aztán ha ezt a bolygót kipucoltam, akkor mehetek egy új rendszerbe. Ezt leteszem valahogy, de... És akkor hozzuk főleg a szulfurt. Abból lesz nekem lőporom, amiből meg készítettem a tureteket. Ennyiről használtam a puskát is, mert az legalább közelre nagyon sebez. Nyomasztatok nekem, akartam még egy DNS-t, és már megint jönnek. Gyorsan szedjük össze, ami még van, aztán tűz haza. Ja, fullon vagyunk, mehetünk. Gyere velem! Annyira azért nem vagyok hasonlásra ettől a fegyvertől. Visz lehet? Lőtt szét a hajót. Jöttek a csomaggal. Ah, nem is kell most ide. Nincs van itt elég ember. Legyen csak nálam. Azért körülnézek, hogy indul be valahol valami zöld rutyumomat, jó? Vagy a másik, amiből ilyen kis bogarak termelődnek, de egyelőre nem. Addig közben dolgozik a refinery automatikusan szépen. Ha lesz is ilyen
fertőző kis folt, ami elkezd növekedni, akkor a pisztolyjal szét lehet lőni pár lövésből, és akkor az ott megáll, de máshol újraindulhat, amíg szerintem az az anyag doboz, amiből azt mozgatják, az így nem tűnik el véglegesen. Viszont a turretek nem lőnek addig, amíg nem kell ki belőle semmi, úgyhogy ebben főleg magunkra számíthatunk jelenleg. De egyelőre tiszta a terep, úgyhogy azt hiszem ez a bolygók le van pucolva. És megnézem még a ez szulfur maradt, hát azért már nem megyek vissza szerintem, hanem kiveszek innen két embert. Job dismissed. És ők mennek majd a traktor beamhez. Job assigned. Jó, és megyek egy másik rendszerbe. Kereskedő, itt van kereskedő is. Hát mi az, amit eladhatnék frameworkből? Framework kell építkezni majd, kábel is, komolyabb épületekhez, panel is, például a biodómhoz kell panel, gunpowder van 3, azt nem adok el, battery is sem adok el, fuárod. Azt nem tudom, mihez kell, igazából abból adhatnék el, de csak egyet ér, ez nem olyan túl drága. És ami neki van, most azt sem kell nekem igazán. Olyan veszettül, úgyhogy hát most egyelőre nem veszek semmit, kösz. Csináltam még raktárat, úgyhogy van helyem. Mi ez itt? Ja, ez csak az én jelen volt. Na, zoomoljunk bele, aztán egy kicsit nehézkesen működik ez a számítógép így a jövőbeli űrhajónkon. Most voltam már itt még két bolygón nem voltam, csak a debriszeket szedtem össze szerintem. Akkor visszamegyek ide, aztán ide, és akkor onnan el tudok menni ebbe a hatos csoportba. És így tovább. Na jó, akkor ide hiperjump. Meg is jöttünk. Tudom, milyen furcsa fény van itt. New materials have been refined. Wunderbar. Gyógyulok egyet, ha már. Ha már itt tele vagyok biomasszával, akkor meggyógyulok. Workshop, megcsinálom ezt a turretet, amit akartam. Defense turret. Processing. Ennyi erővel gyors gépírókat is használhatnék ezen a hajón, azok nagyon gyorsan tudnának dolgozni. Van itt egy üres greenhouse-om még, mert nincs több gazom, amit beletegyek. A másikban is van még egy üres planter. Ezen előre itt pihen, és várja, hogy használjam valamire majd. Itt át tudok menni a reaktoron. Na jól van, akkor nézzük meg, mit tudok itt felszedni magamhoz. Talán már semmit. Igen, ezek ki vannak szívva. Ez a két bolygó, ami még nincs. Ja igen, akkor mehetek is vissza a hangárba szerintem. Elég lesz nekem most egyelőre a két idegen pilótám. Nem számítok ezeken a bolygókon nagy ilyen zöld ellenfelekre, azt hiszem itt még csak ilyen kis bogárkák lesznek, azzal el leszünk. Na, oda megyünk. Elméletileg nélkül nem is lemennek, majd kipróbálom legközelebb, hogy ráteszek 4 embert és leküldöm őket együtt. Azért teszek repületet, biztos, ami biztos.
A lítium. Jó. Abból mi lesz, azt nem tudom most így hirtelen. Megrendelők vannak. Beragadtak a... Beleszpamoltak a sziklába. Nagyon gyűjtögessünk. Itt már minden is van. Ezek a... X-lábúak. Szerintem ezek megint bementek a sziklába. Tudok, te van Harvester. Jó, akkor menjünk haza. Nem lehetnek itt a pókok felszállás előtt. Tőlük. Megnézem a lítiummal mi lesz, mutat még. Jó. Ezek miből szabadultak el ennyire? Na, csak nem múlik el. Egy emberem meghalt, azt hiszem. Az valami kicsi volt. Na itt megint növekszik. Itt is növekszik. Akkor nem csak a Radiation Blue nevű anyagból jönnek ezek elő, hanem bármiből, amit felhozok egy olyan bolygóról, ahol ezek jelen vannak. Azt hiszem az emberem halt meg, aki itt dolgozott a Refinery-be, úgyhogy klónozhatok egy új bácsit. Kis pókocskák is jönnek. Cloning initiated. Mr. Human. New crew member added. Mi a neved? Estrada. Nagyon szép neved van. Mehetsz dolgozni. Most hol mész, azt még nem tudom. Itt van emberem, ide elég egy. New materials have been refined. Itt most nincs, de... De nem is kell. Bedobom ide a csókát. Hangárnál kettő van. Job assigned. Ja.
Elegek leszünk ketten oda a két Crawl-al bolygóra, szerintem. Hát akkor most kicserélem a puskámat, a fegyveremet, a fő fegyveremet egy power shotgunra. Ha úgyis könnyű őket körbe táncolni, meg közel menni, akkor már inkább ezzel megyek. Ugye a piszta is viszonylag jó bírja. Itt voltam az előbb, itt van még lítium. Abból lesz battery. És van egy site, az valami érdekes, ilyen roncsszerűség volt múltkor nekem, azt hiszem. Ó, nincs több ilyen zöld trutyó, akkor... Akkor elmegyek le a bolygóra, a kis csapattal. Hát, csak kiugrott a zsákból. Még egy ilyen dobozom van. Van egy lítiumom. Ezt most elviszi a robot. És amíg itt mozgatja, addig lehet, hogy kiugrik belőle valami. Ezt még megvárom. Na, ilyen zöld rutymó kezd el nőni, az nem jó. Azok azért tudják hirtani a legénységet. Na jó, akkor egyelőre kiürült a kis nyersanyag raktárom. Lehet a site. Ott látok valamit. Valamit. Vagy ez csak a zónának a széle, ami bejárható. Jönnek a rossz arcúak. Itt van. 20%. Ez valami kis szatellit. Outlaw shotgun. Na, menjünk haza. Ez egy YouTube-ra, amit tudunk. Lithium collected. Hát nekem eddig ez volt a legeffektívebb fegyverem ez ellen. Zöld manu ellen. Úgyhogy ezzel itt tök jó el vagyok egyelőre. Lehet, hogy ez a taktika nem válik be majd olyan ellenfeleknél, amit nem érdemes így megközelíteni, de hát... Ah, tele vagyunk. Akkor haza. És innen folytatom a következő videóban. Sziasztok! Warning. 9, launch, 8, 7, 6, 5,